Üdvözlök, ismétem mindenkit! Látható, mik is egy utókocka, meg az OTP Bank, ami Szerbiában nem más, mint a Vonogyánszka Bank. Mi is történt, máma? Az történt, azt hittem, hogy a száma kevesebb fog lenni, a fizetés közben meg pont az ellenkezője derült ki, többet rá mert számolni, 70 dinára! Átvertek. Nem csak engemet vertek át, hanem többet is. Átvertek másokat is. Reménylek, amúgy. És hogy mindig többet vonnak le, akkor kesebbet is remélnának vonni. Szóval, hogy most engemet arra a szintre csökkentettek, mint a másokat. De másokat is át tudnak verni, most ugyanúgy enget is átvertek. Egyszerű átverés, nem mondják meg, hogy is lehet olcsóban, hanem kiírod, mint ami szokás, és akkor többet levonnak, többet rá kell fizetni, mintha postán lenne befizetve. Hát, itt van egy pár OTP-s, mik is lehet, mi is történik vele, mit lehet felvenni pénzeket, mennyi a kamat, egyéb más minden. Most ez nem annyira lényeges. Az a lényeges része neki, hogy átvertek. Hogy engem is át tudtak verni, ugyanúgy, mint a többit, akik ott vannak. Át lehet simán mindenkit verni, de megmondani, hogy lehetne olcsóban, de nem. Hanem az, hogy mindig többet keressenek. És szintén szóval, szinte az egész OTP bank, ami van, az mind az egész pénzlehúzás. Itt van egy másik hirdetőjük. Nekik. Itt van ez a jutókocka. Látható. Várt. Hogy itt van egy másik. Idősebbek vannak rajta. De fényképezve, melyre jó, fel kell vennük a pénzt, a kölcsönt, és aztán menjenek. Nem csak erről híresek, hanem arra is, hogy ott a legrosszabbak a csomagok, egyéb más minden. És ezért mit kell tenni velük? Kerülni kell őket, nem pedig ott állandóan lenni. Egyszer átvernek egy pár szó. Többször már nem fognak, hanem talán fognak, veszek egy rejtett kamerát, és lekamerázom, hogy megy az átverésük. Nekük. Rejtett kamerába megyek be majd. És ittán lehaptak 70 dinára. Mennyi is a 70 dinár? Le is mutatom. Ez ittán látni, ez egy 20 dináros. Egy 20-as. Aztán előveszek még egy 20-as. Ez is egy 20 dináros, de rakom mellé. Láthatóvá teszem az összeget. Ez egy 20-as.